Sziasztok! Csekkeljátok le most a shopomat a különleges PG-t és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Na, sziasztok, srácok, én vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Sziasztok! Nos, ebben a videóban nem más lesz, mint éttermeket fogunk lecsekkolni a kutyámmal kise, amik a... Hát igazából az egyik étterem az arról fog szólni, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon rosszul értékelt étterem, úgymond a ilyen böngésző Google cucc szerint. A másik pedig egy nagyon-nagyon királyul értékelt étterem lesz, és majd nektek a végén válaszolnotok kell, hogy szerintetek melyik a jobb étterem. Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PG-t adni és termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Fontos, hogy dobjatok egy lájkot a videóra, ugyanis ez alapján fogom eldönteni, hogy legyen még ilyen videó, vagy bármi. Szóval, hogyha esetleg tetszenek a videóim, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, légy szíves, most! Köszi szépen! Na de váljunk is akkor bele, és menjünk is be a első étterembe. Ugye látszik is, hogy nem nagyon van tele a kaján meg a HP-m, szóval nem is ártana bemenni a első étterembe. A lényeg, hogy nem fogom elmondani, hogy melyik étterembe megyünk be elsőnek, a rosszba vagy a jóba, szóval nektek kell majd eldönteni a kommentbe, hogy szerintek melyik volt a rossz és melyik volt a jó. Szóval, ja, na de szerintem menjünk is be az első étterembe. Hát a ajtó az egy kicsit furcsán néz ki, hogy az egyik ilyen, másik olyan, na mindegy. Vúf, de büdös van. Hát igen, érdekes van, na mindegy. Minden izé, assza is máshogy néz ki, furcsa. Na jól van, leülünk, aztán várjuk a pincért, vagy valami. Kimentem WC-re, majd jövök, várjál. Most ez így komoly? Most ez így komoly? Ez így ki van írva? Jól van, oké, és inkább nem mondok semmit szerintem. Na jó, hát akkor még visszaér... Ó, visszajöttek. Ez egy majom? Ez egy majom? LOL, egy vevó. Igen, jó napot kívánok. Szép napot, meg minden, mit kérsz? Igazából valami ehetőt, mit tudom én, mit szeretnénk enni? Mondjuk kérnék egy olyan 3 darab ehetót, ajaj. Kérnék 3 darab sült krumplit, 2 steak, nem, legyen mondjuk 6 steak, mert kis is bőven szerintem fog kérni, és legyen mondjuk 2 leves, ennyit szeretnénk, igazából, ja, nagyjából ennyi. És honnan szújják neked krumplit meg steaket? Hát, nem, te vagy az étterm, akkor itt mit lehet venni? Akkor azt mondod, hogy mit lehet venni, mert nem tudom, hogy mit lehet venni. Hús van meg leves? Hát, de, Jézus, aj, oké, a húst megsütöd, és azt szeretném, és a levest, a finom levest, igen, azt kérem. Ajj, Istenem, annyira nagyon furcsa. Jó van, mindegy, megsutni, én megpróbálom. Hát akkor ő sem valami biztosabban, akkor ezek szerint, hogy túl jó lesz, na mindegy. Reméljük, hogy valami ehetőt kapunk, és nem fogunk megmérgeződni, vagy valami. Egy kicsikét mondjuk izgolok, addig amúgy srácok, mennyi kell? Előmond, mind a kettőből, nem, a húsból 6, a levesből 2. Annyi úgy jó lesz. Na, közben srácok, meg szeretném köszönni, hogy mostanában ennyire nagyon sokan nézzétek meg a videóimat, mert egyszerűen nagyon-nagyon király és nagyon-nagyon menő, hogy úgymond ez így értékeljétek meg ilyesmi. Szóval, ha esetleg továbbra is tetszenek majd a videók, akkor mindenféleképpen tartsatok velem továbbra is, mert ez esik úgymond egy videósnak által a legjobban, hogyha itt vannak úgymond a nézői és követik őt. Hely, gond van, na mondjad! Mi van? Mi a helyzet? Vagy mi? És miért tőlem kérsz segítséget? Vagy mi? Nekem ez mi közöm? A kemence hibázik. Mi van a kemencével? Mondjad, mutasd. Nincs is kemence? Ha nincs, de... Jó van, oké. Kéne... Most ez így komoly. Most... és rohadt... Hú, te... Hú, ha... Arany lesz. Oké, szerintem ezt így hagyjuk is, oké? Tök jó volt, nem tudom mennyi. Parancsolj, ez ennyi lesz, oké? Rendben, köszönöm szépen. Fú, Istenem. Hú. Na jó van, kozsonom. Nincs mit, finom volt. Hello, szia, 5-ször. Mi 5x? Mi 5-ször? Mi van 5-ször? Vagy mi? 5 csillag? Igen, 5 csillag, teljesen 5 csillag, persze. Igen.
Úristen, na jó van. Oké, bekajálom gyorsan ezt a romlott húst, mert le fog menni a HP-nk. Googlizzem majd, értekelj! Jó, persze, igen, persze fogok, jól van. Hú, na jó van. Oké, döntsetek el a kommentben, hogy szerintek ez a rossz, hogy a jó étterem volt. Kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ez melyik volt vajon. Addig viszont mi átmegyünk a másik étteremben leteszelni azt, nem jó szvi... Nem jövünk vissza, biztos nem jövünk vissza. Addig szépen menjünk át a nagyobbik étterembe, ami... ez ilyen burgerezőnek néz ki. Oké, és nem néz ki amúgy nagyon rosszul. A kinti tér, hely, egész normális, tiszta, legalább normálisan néz ki, és nem ilyen össze-vissza tudsz van. Szegény majomembert mondjuk egy picit sajnálom, na mindegy. Nézzük akkor szerintem be, hogy mit, merre lehet vajon találni. Ó, kis nyugint vagyom neked. Ó, bent is nagyon-nagyon királyul néz ki amúgy az egész. Azért nem egy ronda hely. Egyáltalán nem egy ronda hely. Na jó, kajon még egy kis ilyen hús, mert HP-mat valahogy fel kéne tölteni. Nem tudom, hogy merre lehet vajon a főszakács. Ó, hello, jó napot, üdv, jó napot kívánok. Rendelni szeretnék, mit lehet esetleg önöktől kapni? Valami étlap nincs esetleg, amiből tudnék válogatni, vagy bármi? Mindenféle hús, krumpli, szűzolajjal. Nem tudom, hogy ezek milyenek, de... és három leves. Aha, hát akkor kérnék minden levesből egy félét, kérnék mindenből kettőt. Akkor igazából, nem tudom, szerintem. Ja, aztán szóljanak, hogyha elkészült valami rendben. Köszönöm szépen, várom. Meg minden. Oké, és addig kaphatnék egy üdítőt? Kaphatnék kettő üdítőt a kutyámnak is. Kéne legyen mondjuk egy ájsztea, és a kutyámnak legyen szimplán víz, mert a kutyák nem ihatnak, gondolom ilyet, szóval, ja. Igen, és igazából ennyit kérnénk addig. Köszönöm szépen! Köszönöm, királyság, nagyon jó. Oké, köszönöm szépen. Nos, akkor addig én kint szerintem megvan, aztán nem fogyasszuk el kint. Kis, itt van egy kis víz, én ezt szépen addig megiszom. Hú, de finom, nagyon király, jól van. Oké, és na, jól van, ez étterem egy kicsit azért tényleg normálisnak tűnik. Kis, azt a helyet akarod? Már el is foglalta. Jól van, oké, na, szerintem kint eszünk, mert kint most olyan jó idő van, meg minden, szóval igazából ráérünk, addig a másik étterembe nem nagyon láttam volna bárkit is bemenni. Mondjuk itt sem nagyon vannak. Eléggé ki van, ja hát igen, hát karantén, meg minden, hát igen, eléggé ki van ürülve minden, meg ilyenek. Ó, meg is jött a kaján. Köszönöm szépen, ez gyors volt. Ez eléggé gyors kiszolgálás volt, mit te mondjak. Köszönöm, köszönöm, oké, királyság, kaptunk leveseket, kaptunk, úristen mennyi cucc van, úristen mennyi féle cucc van, oké, ez már azért nem picit jobb kiszolg, még ilyen levest is kaptunk, oké, jól van, nem rossz, köszönöm szépen, akkor elfogyasztjuk, megkóstoljuk, oké, és akkor fizetünk majd, gondolom, vagy nem tudom, na, kis, elsősorban kóstold meg ezt a sült birkahúst, nyom, na mit gondolsz, milyen? Szóval nem tudom, én is kicsit belekóstolok. Vúf, veszett vagyok, vagy az illat miatt nyálhadzok. Szerintem az illat miatt jó. Én nem eszem meg az egészet, hogy amúgy mindet be tudjam így ízélni. De amúgy azért nem rossz. Ez nagyon-nagyon finom. Ja, ez nagyon finom. Jó, ez a birkahús, ez nagyon finom volt. Oké, és na, kis, hazaviszünk neked egy keveset, jó? Azért haza is viszünk neked. Na, együnk egy kis sertéshúst. Ez is nagyon finom, kóstold meg kisfány, én is adadobom neked. Ez is amúgy nekem tetszik, ez is szerintem nagyon király. Kóstold meg a steaket, ez mennyei. Igen, nagyon-nagyon finom. Ez egy kis steak, ez is nagyon-nagyon finom. Borogod neked, reméljük, hogy egyetlen kibírjuk fizetni, mert az ilyen éttermek azért eléggé drágák szoktak lenni. Együnk egy kis sütnyú. Ez is nagyon király, ez is nagyon király, tessék is. Adok neked így előre mindenből, jó? Tehát, hogy azért ne kelljen nekem így mindent egyesével dobálni. Minden szép, így odadobok, aztán majd kóstold meg, vagy valami. Várjál, ott van így minden. Nagy nehezen azért csak oda ment. Oké, na, együnk egy kis levest is. Ez is nagyon-nagyon finomnak érződik. Nyúlpörkölt. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Wolf, kiduranok hamarosan. Én is. Nem ettem meg mindet? Nem ettem mindet. Hát a maradékot nem tudom, akkor hazavisszük. Jól van? Oké, a maradékot szépen hazavisszük is. Na, oké. Szerintem ez tök király volt. Ezt a gomborogot mondjuk akkor már így betudom, hogy azért tele legyek. És kész is van. Szóval, köszönöm szépen a ételt. Mennyi aranyba fog ez így kerülni összesen, hogyha szabad kérdeznem? Mivel az előállítási költség 10 arany volt, plusz egy arany az elkészítés, 11 arany? Jól van, hát akkor én szerintem így egybe 11. Jól van, akkor én szerintem adok önnek 13-at. Nagyon-nagyon finom volt az étel, szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szerintem nem kérdésem úgy, hogy melyik étterem fog majd valószínűleg győzni. Köszönöm szépen, nincs mit.
Hát srácok, nagyon-nagyon király volt ez a étterem, nagyon-nagyon tetszett, viszlát, szép napot, meg minden. Srácok, szerintem nem kérdésem úgy, hogy valószínűleg melyik étterem fog nyerni. Mert remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, mert nekem nagyon-nagyon tetszett, szerintem nagyon király volt. És hát döntsetek el akkor ugye a kommentben, hogy melyik étterem volt szerintetek a jobb, és akkor ez alapján majd, nem tudom, eldöntjük, hogy melyik a jobb. Aztán ennyi, szóval köszönöm szépen, srácok, hogy itt vagyok, találkozom legközelebb, a következő videóm kezdődik a Dani Kalandok nevű csatornámon, azt hiszem. Szóval ja, ott találkozunk, én Dani voltam, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!